Hát csillagaim, tavaly előtt én azt hittem, hogy a 80-as években vagyunk, azóta egy újabb 10 éves fiatalodáson estem át, és most már én a 70-es években jazzelek. Hát az, hogy Budapest úgy néz ki, hogy bármelyik sarkon a varsói gettolázadást le lehet forgatni, erre mondjuk nem vagyok olyan túlságosan büszke, de tényleg semmi az ég egy adta világon, semmi nem változik. Na mindegy. Ugye, most ismét divattá vált ez a bizonyos tegeződés. Ez a Pisti, Feri, én, te, Imre, beszéljük meg a problémát, és ez nekem annyira ismerős, mert megvan az a pekjem, hogy mindenre emlékszem, többek között arra is, hogy Vaszlav igazember Boni M. rajongó volt. De csak az ilyenekre, tehát Spinozából meg tudnának fogni, és több barátom esküszik rá, hogy Thomas Manntól egy sort nem olvastam, holott belőle írtam a szakdolgozatomat, de a dilire, az ilyen hülyeségekre mérhetetlenül emlékszem. Kérem tisztelettel, onnan kell kezdenem, hogy Kaladvágytól Gyötörten 1976-ban a Mongol Szocialista Köztársaságban tettünk mi kalandtúrát, Osztap Bender módjára, fehér köpenyben tejüzemeket tekintettünk meg. Ott láttam először Darhamban, a húskombinátban, amelyet a magyarok építettek, 10 centi marhavérben, marha szemmel focizni gyerekeket. Hát inger gazdagabb, mint az oboda. Marha szem az jó rugalmas, elfelejtettek óvodát építeni. Hát édes Istenem, hát ez ugyanebben az időben volt, kérem szépen, volt ilyen gyerekműsor. Talán még a drága Mérei professzor válaszolt, hogy kérdezték, hogy a gyerek matyizik csendes pihenő alatt, hogy ez probléma-e. És akkor azt mondja, hát azok az óvónők, ezek a kegyetlen óvónők, ugye mindent elvesznek. Ott fekszik a gyerek a csendes pihenőn, nem minden gyerek alszik, hát mivel játszik, ami van neki. Ugye? Hát szóval teljes mértékben érthető, tehát egy picit erre a kiszes, bites, te, Sanyissa, beszéljük meg a problémát, ugye? Emlékeznek, ma már nem is értik a fiatalok, ugye hát volt ez a híres szöveg, hogy legyen a hajad hosszú, de mindig legyen ápolt, ugye? Ez volt az egyik dolog, az egyik volt. A másik, aminek a kimondásakor most is fut a hideg a hátamon, ez a merjünk éltvasalni abba a farmer nadrágba. Ugye, aminek a lényeg az volt, hogy nem volt benne él, ugye? Tehát ez egy forradalmi változás volt. Ugye apám 40 éven keresztül a pantalóját ide az álla alá fogta, kisimogatta. Ugye ő sokat volt ilyen garçonnier, ahol is ugye már a párna alatt kellett a nadrágot vasalni, és ebből minden este az összes apró kihullott, és Fater így meglepve nézegette, hogy már megint a gravitáció győzött, ugye? Hogy mik vannak itten? Na kérem tisztelettel, rengeteg ajánló levelet gyűjtöttünk be mi ehhez a túrához, a részben mongol nyelven. A mongolok minő véletlen cirill betűkkel írnak, minket sem sok választott el ettől, nincs jelent. És kellett mindehhez a túrához kis ajánlás. És mondtam, hogy hát ez egy injúria, hát én akkor már nem voltam méltó, nem állítom be magam úgy, hogy én nem voltam kisztag, kicsikét én is voltam, később eltávolítottak, úgyhogy akkor én már nem vagyok méltó, hogy a ti hajlékotokba jöjjek. Mondom, hát milyen alapon ajánl engem egy szervezet, amelynek én akkor már nem vagyok tagja, de mondták, ne húgyozzak én itt széles szemben, marsba a kiszirodára, most már tényleg végjátékban van az expedíció. Bemegyek, kérem szépen, ezt nem ismerem elmondani, mert nem hiszik el. Ott ült a kis gazdasági felelős, akit úgy hívtak, hogy Dézsma Irén. Hívták, Dézsma Irén. Ugye azt már el sem mesélem, hogy a másik túratársunk Detre Gábor, akinek a Felhő a Ganges felett című kitűnő filmjét talán látták, az ő édesapja a sebészorvos volt, és ezért ő orvosnak készült az első kanyarban, és ő egy évet töltött a pécsi klinika proszektúráján, az úgynevezett hidegsebészeten, ahol a boncmestert úgy hívták, hogy Fűrész Géza. Tehát azért ez egy picikét erős, csóválja a fejét, látja, nem hisz nekem. Így hívták, na hát most gondolja, hogy ilyet, ez ha nem igaz, akkor nem egy akkora poén, ugye, hogy szedlacsekné, hát ezen túl vagyunk, és Fűrész úr a hullavaró tűket így a röverjébe betűzve viselte, és hát egy erős spiritus formalin és alkoholszag lengte őket be, ugye külső-belső mosás, mind az élő, mind a halott szervezetnek, és az önkiszolgáló, az erős vagyok, jó van, az önkiszolgáló, igen, szóljanak, ha gyors vagyok, az önkiszolgáló étterembe, amikor mentek kajálni, vagy a menzára, akkor egy 5 méteres abstand volt. Tehát úgy nem nagyon. Tehát ők egy olyan erősen külön csapatba fociztak. Na nem ez az érdekes. Dézsma Irénről csak zárójelben említem meg, hogy Dolly Buster felbukkanásáig én gyáriban olyan méretű mellekkel nem találkoztam. Tehát az valami irdatlan volt. A Dolly Buster melléből egyébként levettek, ezt finoman jelentem. Ugye ez a cseh maláta kultúra, ez meghozta a nagy dudákat, ugye? Annak idején mondta a drága édesapám, hogy minden cseh vagy trombitás, vagy dada. Na most ezt ma már senki nem, de majd elmondom, ez egy, na, de ez egy fontos kultúrhistóriai dolog, ugye?
De ezt ma már nem érti senki, ugye? Az osztrák-magyar monarchiában a cseh fúvósok a mai napig híresek, tehát az osztrák-magyar közös hadseregben minden fúvós cseh volt, ugye? És a úri asszonyok, ugye, pedig vagy az arisztokrata családok hívtak szoptatós dadákat, ugye, hogy a nagyságos asszonynak a melleit ne rongálja le, ugye, a gyerek. Ő az egyiken szoptatta a sajátját, ugye, a másikon egy-két ilyen degenerált báró gyereket, akiknek mellesleg az az érzése, hogy ez nem is ártott, ugye, tehát egy kis keményebb kajában részesülni. Na ennyit erről. Elég az hozzá, hogy Dézsma Irén mellei kihívásának, ha szabad ebben a manapság divatos szóval élnem, ugye merjük kimondani ezeket a divatos szavakat, mi, ti, együtt, én, veletek, nem tudott lépést tartani a hazai melltartó ipar. Pedig akkor is volt már triumf alakja diadala. Emlékszem, hogy rengeteg fehérnemű üzlet volt, de harisnyatartót nem lehetett kapni, mert az már ilyen mondén. Úgyhogy én bementem, a törzsvásárló voltam a bécsi Palmers üzletbe fiatalabb koromban. A végén már csak annyit mondtam, adjon valami vadat. Akciósan természetesen. Na ez úgy zárójelbe. Na most a következő volt ugye, hogy a kizben ő egyébként fizetett geci volt, ugye? Tehát ő ezt önként dalolva plusz némi juttatásért hajtotta végre a Dézsma Irén. Na most ugye nálunk szerencsésebb történelmi fejlődési országokból érkező utazók felszokták jegyezni, hogy a magyar férfiak részint a vazeg kötőszó, és ugyanabban a pillanatban a vazeg, és akkor kicsi zöldés hátrafele megy, ugye csak a rádióknak hallgató kedvére el kell mondani, ugye, hogy akkor az acse ezt így egy picit így megemeli, amiben semmi rossz nincs, ezt ők ilyen emfatikus hangsúly jelleggel teszik. Ugye Mongóliában például nem csak szájon csókolnak, ugye, amit a tőlünk keletre lévő nagy birodalomban teljesen szokásos volt. Hát emlékszem a Brezsnyev temetésnél, ugye, a rokonok egymást lögdösték, közvetítette Sugár András, ugye, emlékszünk Kámárkor, hogy nyelvest csőrt vigyenek be a kihűlt mesterre, akiről már rég levették az elemet, és hideg ajkaival ott feküdt erősen. Csak tény, ezek csak tények, amelyek, mint tudjuk, makacs dolgok, kérem tisztelettel. Na elég az hozzá, hogy nem volt a melltartó ipar abban a helyzetben, hogy lépést tartson Dézsma Irén irdatlan dudáival. Na most a kizben a semmit tevést azt ilyen lázas zsongássá kellett szervezni. Nagyon jellemző, hogy mindenki dohányzott, ilyen mezitlábas színfét, tehát így beszéljük meg a problémát, érted? Gyere közzénk, megy a faszon, gyere közzénk. De merjünk étvasalni abba a farmer nadrágba. Ugye az egésznek a legjobb volt egy ilyen alaptalálmánya. Ez volt drága Király Pista bácsi találta ki, aki minden adi óra után elsírta magát, írt egy gyönyörű adi monográfiát. Ő nyilas volt így egész egyszerűen, de hát bal és jobb oldal összeér. Úgyhogy Hanvas Béláné szép szavával őt pince marxistának nevezhetjük. Ahogy közeledett az ukrán front, olyan marxista lett, mint a hétszentség. Tehát nyilasként ment le a pincébe, és följött, mint marxista. Tehát zárójelben most olvasom a Rubikonba, hogy egyébként a nyilasházban nagy marxista szemináriumok voltak. Érdekes, ajánlom, ezt csak úgy zárójelben mondom, na mindegy, summa summarum. Ő minden egyes alkalommal, ja igen, volt ez a mindennapok forradalmisága, amikor mi hát szerettünk, mi ez a mindennapok forradalmisága, hát ez olyan, mint a koffeinmentes kávé vagy a felfújható nő, hát mi szerettünk volna Che Guevarával ott lőni az embereket a bolíviai dzsungelba, mindennapok forradalmisága, hogy legyél rendes, meg tanuljál jól, hát azért ez nem volt olyan túlságosan vonzó, ugye, valljuk be, mindennapok forradalmisága, minden gyerek közé, Sanyi, tehát ment a spangli, és mindenki a semmittevésben olyan gonterhelt volt, mint egy spániel kutya, tehát ilyen gonterhelt pofát vágtak egész leíratatlan módon, és persze a permanens tegeződés, és te, én, mi, és veled, és beszéltem, és izé, és kolbiz, és szóval ilyen kis mozgalmi szavak. Na már most teljesen érthető módon a Zacseszt enfatikusan megemelő férfiakhoz hasonlatosan Dézsma Irén egyet szippantott, és abban a pillanatban így megemelte egy jellegzetes gesztussal, tehát ez már olyan volt, mint a kádári jellegzetes szemcsippentés. Ugye ő megemelte a dudákat, hogy egy pillanatra tehermentesítse a vállát a pántok révén ránehezedő irdatlan tehertő. Na most kérem tisztelettel, a melltartónak a hátsó része az nyak magasságban tartózkodott, az ide fölcsúszott, és Dézsma Irén úgy nézett ki, mintha egy ilyen angol száz filmben partra szállt volna, és az ejtőernyővel így fennakadt volna valamelyik fán, ugye, mint a Tű című filmben látható, vagy pedig, ha erre lehetőség mutatkozott, akkor leült az asztalhoz, és a dudáit így végigdobta az asztalon.
Ez úgy elfolyt, mint a hőmérő, mikor eltörik. Ugye? Tehát én akkor adtam ki első jelszavamat, nem gyakran idézek magamtól, csak kétségbeesésben, ugye, hogy a nagy mell két élő fegyver. Mert amíg össze van rakva, igen, de mikor már hónajból kell ugye így felkáposztázni, az már azért nem feltétlenül, ugye? Tehát legyen a hajad mindig hosszú, ápod, legyen az a melled inkább kicsi, de kemény, ugye? Tehát ne menjen le, és a krumpli leves legyen krumpli leves, ugye a legtermészetesebb módon. Na bemegyek én a kis dossziémmal, nézd majd én mellé így futnak végig a tárgyalóasztalon, mint a herben a csávó. Rám néz, azt mondja, nagyon jellegzetes a szóhasználat, és holnaptól fogják érezni, hogy ezt milyen gyakran halljuk. Csücs. Ilyen modernül. Hát akkor mentek ezek a kérdések, hogy te neked modernek az őseid? Anyád, de nem modernek. Hát milyen hülyeség? Na most én pontosan emlékszem a jelenetre, Amarcord. Nem mertem ezt kerek-perec visszautasítani. Mindenki szem a láncban. Nem mertem. De nem is akartam leülni. Hát nézd ma Irénnel, hát ücsörögjön, akinek Imre az anyja. És úgy tettem, minthogyha, szóval így, nem tudom, valami ilyen sektái fájdalmaim lennének, tehát hogy aranyér vagy nem, és akkor csak így végig simítottam így váratlanul a szimmering gyűrűket, ugye, kicsit úgy, mint a hölgyek, amikor főleg most flerszékbe ülnek nyáron, és teljesen statikus, és akkor a műszálas szoknya így becupfolódik nekik, ugye, és akkor erre különböző technikák vannak, ugye, valaki csak kicsit így a farát megrázza, ugye, eleve olyan arccal mennek tampont cserélni, mint hogyha bokkerini menüeteket hárfáznának bent, és na mindegy, hát erre még majd lesz utalás. A lényeg, Dézsma Irén, ugye én mondtam, inkább állnék, és Dézsma Irén így, most is előttem van, ilyen lakozott göröm, és így egyenként nézett minden lapot. Itt most a történetet megszakítjuk, és haladunk tovább e gesztus mentén. Hát kérem szépen, patyolatban már senki nem jár, mert mindenkinek van mosógépe. Én jártam patyolatba, kilós vagy pipere, ugye ez volt az Külla és Karugdisz, ahogy a szobafestő kérdezte, hogy egyvesbe vagy vizesbe, ugye ma már ez egyik sem létezik. Hát nem tudom, hogy hát mens is lepedőt így konkrétan vittek-e már patyolatba. Hát ez a 70-es évek közepén nem volt egy nagy élmény. Tehát este valahogy hazadurungoltad a csajt, mit tudom én, ittatok valami édeset, este még nem volt semmi, és reggel fölébredtél, mint a Macbeth című filmben. Ugye? Hát akkor a csajt valahogy feltűnésmentesen taxiba tuszkolod. Ugye az édes volt apám egyszer, valami egy kis csaj zuhanyozott a fürdőszobába, hogy apám rányította az elől finoman sáfrányos hátuldiszkréten vonalkódos habselyem alsóadrágjába. Így bemutatkozott, azt mondja, jól végignézte a csajt, azt mondja, Fábri doktor vagyok, főzhetek egy teát? Anyám meg azt mondta, hogy ezt a kis kurvát nem akarom itt még egyszer látni, ugye? Tehát azért degustibus, ugye micsoda szempontok voltak. Na kérem szépen, az fel sem erőlt, a lepedő az tartós fogyasztási cikknek számított, és valamennyi lepedőnket 1937-ben kapta anyám, mikor férhez ment. Tehát nem álltunk mi úgy, hogy hipsz-hopsz egy lepedőt tudunk venni. Ugye arra nem volt pénzünk, hogy vegyünk egy ilyen zománctányért őzikével, amiből ki tudom menni a betűtésztás paradicsomlevest, és a végén a kis őzike megjelenik. Rosenthalból kellett tenni, bassza meg, mert nem volt pénz, ugye? Szerettem volna ilyen alumínium kanalat is, ami oldalt sorjás, az se volt. Szóval szírszarangol ezüsttel kellett ott a baszkolódni. Hát szóval csapás-csapásra halmoztunk. Mindegy, de tényleg nem volt rá pénz. Na, én fogtam magamat, és origami művészeket megszégyenítő tökéllyel összehajtogattam én ezt a kis mensis lepcsit, és betettem a kis batyunak a közepébe. Na, közeledik a vég, ugye előttem az öreg urak rakták ki a tépőzáras zsebkendőket. Az a legrettenetesebb. Szóval, mondjuk nagyfaterom leitta a vizet a protézisről, tehát ez csak azért mondom, hogy a tűrőképességüket így bemérjem tisztelettel. Ezt mikor ezt mondom, én is émelgek egy picit. Tehát így együtt jutunk el egy ilyen kvázi hányás határa. Na elég, azt hozzá beraktam ezt a csomagba, és hát ugye, akinek rejtegetni valója van, vagy az úgy próbál hát így jópofizni, ugye, és hát egy kicsit nagyobb kedvezményt elnyerni, mint Románia, és ugye, hát természetesen kilósban, mert a piper az drágább volt, ugye azt vasalták, és a kilóst azt csak mángorolták, mondom, összevérezni jó lesz az is.
eligaz hozzá, hogy én próbáltam így segíteni, és egy ilyen alispermásat így ráborítottam, hogy majd abba én rakom át villámgyorsan a cuccot, és majd diktálom, hogy kettő nagypárna, egy dunda színes, egy paplan tükrös, és abba én majd beledobom ezt a cuccot. Hát kérem tisztelettel Marikát, aki hát szintén formás asszonyság volt, és ha plátói értelemben többször is együtt voltam én vele, csak én a bal kezemre voltam utalva, ő meg nem ott tartózkodott, úgyhogy feldolgoztam én őt többször ilyen maszturbációs fantáziákba. Ugye, tiéd a farkad magadnak vered, ahogy rád én. Még annyit elmeséltem már, ja Istenem, hát, a sorsod a kezedben van, kicsi fiam, na nem érdekel. Ezt csak azért mondom, hogy én fokozottan szégyeltem magam előtted, ezt akarom csak így bedobni, és ő fogta magát, és hasonló vörös karmokkal, tévedhetetlen biztonsággal, mint ahogy Dézsva Irén kurkászott az ajánló levelek között, így fogta, és így kirántotta a munkás mozgalom vörös zászlaját. Úgy nézett ki, mint a Berény Róbert fegyverbe című plakátján. És akkor én mondtam, hogy Atomkraft nein danke, és így háttal elhagytam a tisztító üzemet, úgyhogy hát ott a mai napig kettő darab garnitúra oszcillál, mert én a soha föl nem vettem, és... Na, hát ennyi jutott eszembe Dézsma Irénről, de nem mondtuk el a vége mondatot, amiért ugye én elmondtam ezt az egészet. Így végignézte, de marha lassan, és marha ideges volt, hogy Ciril betűs, de mégse érti. Hát persze, mert mongolul volt. És a végén így rám néz, szippantás, dudák, spániel kutya tekintet, azt mondja, te, Sanyi, a csúcsod véleményére azért szükség lenne. Mondom, milyen csúcsod? Kilóg a fa**k. Milyen csúcsod? Nem is értettem, hogy milyen csúcsod, ugye? Ez a csúcsvezetőség volt, ugye? Tehát ahogy ő extrapolálta a problémát. Hát ezt szerettem volna én önöknek elmondani tisztelettel. Na, viszlát!